Üdv a Reményfarmon, én Juhász Anna vagyok. Györfi Valás, szia! Örvendek! Alapvetően szabadtartású csirkével foglalkozunk, amit Budapesten értékesítünk, és mellette húsmarháink vannak, anguszok meg kárpáti borzdelesek. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a fiataloknak ti vagytok az a kulcs, aki a mezőgazdaságot legautentikusabban és legvalósághűebben tudjátok visszaadni, és úgy gondolom, hogy bennetek van a jövő reménye, hogyha így lehet mondani, aki gyakorlatilag elhagyta a várost, kiköltözött vidékre, megvette egy régi TS telepet, és minden időről, és energiáról, és pénzről lemondva abba fordítja, hogy hogyan lehetne ezt a telepet majd valamikor olyanná tenni, amit a szívetek elvár. Hogy igazából a mezőgazdaságnak az alapja, meg a központja az ember. Tehát, hogy a gazdának is meg kell tanulnia jól éreznie magát, meg olyan körülményeket kialakítani, olyan életstílust vagy életformát, ami harmonizális a termeléssel, de ugyanakkor fenntartható olyan szempontból, hogy nem rokkan bele a munkába. És megérkeztünk a Csibeóviba. Itt vannak, ide érkeznek be a napos csibéink, be lehet lesni. Hát ők már 2,5 3 hetesek. Na jó, akkor szerintem, hogyha már megláttuk itt az óvodásokat, akkor nézzük meg, hogy érdekelnek nagyobb korba, mint a legelőn. Tehát nagyon erős villanypásztor kell, ugye a rókától kell őket védenünk, viszont ezek az ártólak megfelelnek a járványügyi előírásoknak. És akkor így tudjuk őket költöztetni, tehát szabadtartás van, de ugyanakkor mégis védő vannak a vadmadaraktól, meg leginkább a rókák. És miért nem a fehér csibéket választottátok, mert alapvetően a baromfi tartás az inkább a fehér fajtát referálja. Igen. Az első évben kísérleteztünk fehér hús csirkékkel is, tehát ugyanúgy a rossz 308 és stb. Viszont az, hogy vörös tollazatú, lassabb növekedésű fajtát választottunk, a takarmány hasznosítási mutatónk még mindig közel van, nem ugyanolyan jó, mint a fehér hús csirkéknél, de az a rész, hogy jobban megkülönböztethető a termék, más a hús minőség. Tehát, hogyha valaki a kezébe fogja, akkor látja, hogy ez nem egy olyan hagyományos csirke, amit megkap máshol. Kisebb a mellen, nagyobbak a combok, más az egésznek az alakja. Valahogy jobban rezonál azzal, amit képviselünk, és jobban megértik az emberek, hogy miért fizetnek. Laci, ezt köszi, hogy elhoztál ide. Nagyon szívesen. Én úgy gondolom, hogy ezt látni kell mindenkinek. Abszolút, tehát, gondolom, jöhetnek mások is. Ez egy annyira kakuk tojás. És annyira örülök, hogy Heves megyében vannak, tehát... Nyílt napra, amúgy. Amúgy nem állszanak be a kerítőt. Nem, igen. Keressék lehetek a kapcsolatot. Igen, nagyon-nagyon szépen köszönjük az időt, és akkor búcsúzom. Köszi, ciao. Szia. Nagyon örültem a lehetőségnek. Köszönöm szépen. Szép jó napot, uram! Jó napot kívánok! Olyan nagyszerű, hogy megjöttetek, így először köszöntöm. Szervusz, nagy tisztelettel köszöntünk. Szervusz, Marcika! Jelentkezem, országos képviselő urak! Nagy tisztelettel engedjétek meg, hogy köszöntselek benneteket a Szombathely Erészeti ZRT-nél, és engedjétek meg, hogy a parkban egy rövid bemutatót tartsunk nektek. Vezessetek fel, hogy merre megyünk. Tessék, parancsoljatok! Erdőgazdaságunk központjában vagyunk, Vas megyében 45 ezer hektár állami erdőt kezelünk vagyonkezelési szerződéssel. Ez a 45 ezer hektár erdő a magyar állam tulajdonában van, és ezen az erdőterületen gazdálkodik a Szombathely Erdészeti ZRT. Nagyon jelentős erdőgazdálkodási tevékenységet végzünk, nagyon jelentős a természetvédelmi tevékenységünk, és természetesen vadgazdálkodással is foglalkozunk, hiszen Vas megyében vagyunk. Vas megye bár nem Zala megye, de azért nagyon jelentős vadászati értékekkel, hagyományokkal bír. Sági István volt Vas megyei földbirtokos, botanikus, volt birtokán járunk, és az épületet úgy igyekeztek a tervezők és a kivitelezők megvalósítani, hogy ne kelljen fát kivágnunk. Tehát fenntartható erdőgazdálkodást folytatunk a megyében, sőt az egész országban az állami erdőterületek tekintetében erre hatósági kontrollt alakítottunk ki. És egyébként, ha nem lenne hatósági kontroll, sem lépnénk túl a kereteket, hiszen az ember a szakmai hitvallásának minden nap eleget kell tennie, bele kell nézni a tükörbe, egészen biztosan nem vágunk ki több fát, mint ami a növedék. Ebben a kis kertben ugye nem erdőgazdálkodunk, de szeretnénk bemutatni Vas megye fiatalabb és idősebb lakóinak a természet szépségeit, rendelkezünk erdőiskolával is. Ezt a parkot egyébként megnyitottuk Szombathely lakosságának természetesen, Aha. Tehát szabadon látogatható, mind idősebbek, mind pedig a gyerekek. Mi is kiszoktunk jönni a feleségemmel. Megtisztelő képviselő úr, nagyon kellemes ez a millió, ami itt van. Csak érdekelni szeretnék, hogy öntözni tudjátok a parkot.
Az elmúlt 10 év legaszályosabb tavaszát kezdjük meg, úgyhogy ez egy nagyon nagy kívás mind az agrárium mezőgazdasági része felé, mind pedig az erdőgazdálkodás felé, mert az erdők is megérzik a csapadék hiányát. Vas megyében kipusztult a lucfenyő, igen nagyobb probléma. Elnök urak, engedjétek meg, hogy bár nem ilyen minőségű tűzifát szállítunk a Vas megyei lakosoknak, de engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy a magyar kormány szociális tűzifa programjában, amelyet a belügyminisztérium hirdetett meg és finanszírozott, közel 4000 köbméter tűzifát juttattunk el azoknak a településeknek, akik pályázhattak ebben a programban, az 5000 fő alatti településeknek. Ezt a programot a múlt évben hirdette meg a belügyminisztérium, ezt a programot szeretném jelenteni, hogy lezártuk, mindenki megkapta a tűzifáját, és én bízom abban, hogy a következő, már most induló programban is ki tudjuk szolgálni a Vas megyeket. Az meg ott az erdei űrméter? Igen, úgy van a köbméter űrméter, hogy az egyszer egy méter, ami itt előttünk van, ez az űrméter, ez 0,6 köbméternek felel meg. Egyszer-egyszer 1,35 az erdei. Egyszer-egyszer 1,75. Körbeérünk a parkban. A vízvisszatartás egy nagyon komoly agrárprogram is lehet egyébként. A vizek megfogása, az öntözés, a vízvisszatartás. Az erdőben kisebb tavakat készítünk mi is, a felületi vízfolyásokat megfogjuk. Ezzel az erdőben a mikroklimát tudjuk némely szinten szabályozni, és én azt gondolom, hogy az ott élő különböző szervezetek, állatok, növények megtalálják ezt a kis vizet, például a magyar vad, ami az erdőnek, a Magyarország faunájának, élővilágának része, mindenképpen meg kell védenünk azt, és természetesen olyan szinten kell tartanunk, ami mind az agrárium, mind pedig az erdőgazdálkodás számára elviselhető. A kollégám Varga László majd szeretne egy nagyon rövid bemutatót tartani az úrral együtt, hogy ezek a vadmadarak milyen módon szabályozhatják adott esetben azt a rágcsáló populációt, amely egyébként a mezőgazdaságban igen nagy kárt tehet, főleg ilyen asszályos időszakban, mert úgy tudom, hogy az asszály az ezeknek a rágcsáló generációknak, populációknak a nagyságára is kiad. Ha több a víz, akkor az utódok nem annyira maradnak meg, ha kevés a víz, akkor viszont ezek felszaporodnak. Ragadozó madarak általában a közvéleménynek nincs túl jó véleménye róluk. Viszont mi tudjuk, erdészek, vadászok, hogy egyrészt valamennyi ragadozó madarunk védett faj, köztük nem egy fokozottan védett, és nekünk erdészeknek is fokozott figyelembe kell kísérnünk a védelmüket. Éppen nemrégiben értesültünk róla, hogy csak nem Szombathely területén, Balogunyomba határosan rétisas fészket fedeztek fel. Odafigyelünk, gondoskodunk róluk, és akár a természetvédelmi szigor nélkül is óvjuk őket, és igyekszünk a védelmüket biztosítani. Tehát a nappali ragadozók ott folytatják, ahol az éjszakaiak abba hagyták. Nagyon fontos segítője a mezőgazdaságnak. A komposztcsőrűeket sokszor felelőssé teszik az apró vadállomány csökkenéséért. Azt gondolom, hogy a vadgazdálkodás szempontjából a ragadozómadarak szerepe most már nem meghatározó. Tehát el lehet tekinteni az úgymond károkozástól. A solymászat, mint a magyarság egyik legősibb hagyománya, és ennek a mindennapi megélését jöttünk bemutatni és prezentálni, ami ugye egyszerre történelmi hagyomány, és hogy a hadi világba belekössük, ugye történelmi emlékeink szerint a hadicselekményeknek folyamatos edző, gyakorló és készenlétben tartott feladata volt a solymászata mellett, hogy élelemszerzés is, és hát a mindennapjaink gyakorlata, a mezőgazdaság a mai napig nem hiányolhatja a ragadozómadarak munkáját elég sok olyan területen, ahol a technika még mindig nem tudja kiszorítani ezeket a madarakat. Általában ezek egyéb más madarak ellen való védekezések. Ő itt egy fiatal hím vándorsólyom, és hát a bagoly, mivel hogy honos fajokat nem tarthatunk, ezért ő egy Ázsiából származó maláj erdei bagoly, vagy barna bagoly, ki milyen nyelvről fordítja a nevét. Cittya módon ökölbe szorítjuk a kezünket, így kitesztjük, úgy, ő ide rálép, mutatóujját ki kellene nyújtani, úgy, beszorítani, ökölbe, és akkor most mindenki pálinkát szokott hinni, úgy, és el nem engedni, bármi történik. Rendben. Ha elugrik, akkor sem engedni. Jó, rendben. Gyakran ellátogatunk ide az erdészet nyitott arborétumába a feleségemmel, gyerekeinkkel, hiszen egy igen közkedvelt helye lett ez a városnak. Ez a gyönyörű épület teljesen beleillik a tájba, és egyfajta város tüdeje funkciót tölt be a főközlekedési utak mentén. Nagyon hálás vagyok Bugály József vezérigazgató úrnak és
Bakó Csaba vezérigazgató helyettes úrnak, nem mellesleg a volt osztálytársamnak, akit mindig örömmel látok oly sok évtized után, hogy ilyen nagyszerűen, eredményesen közkincsé teszik az erdőket, hogy kinyitották a csodálatos vasmegyei erdőket a természetkedvelőknek, a turistáknak. Magam is nagy természetjáró kerékpáros vagyok, egykori tájékozódási futó lévén mindig közel állt hozzám az erdővilága. Gratulálok az eddig végzett munkátokhoz, Jóska, és köszönöm a mai napot. Én is köszönöm, Marci, köszi, hogy elhoztál ide. Azt gondolom, hogy nagyon izgalmas volt egy kicsit az erdőgazdálkodást más perspektívából látni, hisz nyilvánvalóan a klasszikus erdőgazdálkodási feladatokkal az ember munkája során sokszor találkozik. Az azonban, hogy mondjuk a vadmadaraknak az erdő- és mezőgazdaságra gyakorolt hatását az ember így most saját kézből, hisz az előbb a kezembe tartotta a madarat, és meg tudta élni és információkhoz tud jutni. Ez nekem személyesen is jó volt, és köszönöm szépen az élményt, és hát nektek pedig sok sikert kívánok a munkában, Csaba, neked pedig a közelgő kihívások vonatkozásával. Tisztelt elnök úr, gyere velem, bemutatnálok. Kedves Csokon György, jó napot kívánok, előházérem vagyok. Én nagyon örülök, mert sokat hallottam önökről, meg az EGRI malomról. Az EGRI liszt, az tulajdonképpen mondhatom büszkeséggel, hogy ez egy márkanév. Nagyon szeretik az emberek, és nekünk a legfontosabb feladatunk megőrizni az elődeink által ránk hagyott jó minőségű EGRI liszt hírnevét. Elnök úr? Nézzük meg! Nézzük meg! Milyen típusú liszteket állítotok elő? Kenyérlisztet állítunk elő, úgynevezett süteménylisztet, pékségeket látunk el, cukrászüzemeket, tésztaüzemeket látunk el. Hogy oszlik meg egyébként az értékesítés? Hát nagyobb részt a pékségek vannak, ahol kenyeret gyártanak belőle. Megjött a kollégám, az EGRI malom főmolnára, Zsebe Csaba, és ő fog kalauzolni minket az üzemben. Vezessen bennünket, Csaba. Tehát ez a vörlőüzem, itt vannak a hengerszékek, tehát van egy koptatónk, tehát amikor a búza beérkezik, akkor ott veszünk egy mintát a silóhoz, mindegyik silóban másfajta búzánk van, ezeket a búzákat minősítjük, és mindig keverünk egy közepes minőséget a malomra. Tehát a beérkezett búzát először föl kell nedvesíteni nekünk 16,5%-ra, ugyanis ez nedvesörlésű malom. Tehát azért kell fölnedvesíteni a búzát, hogy a külső héj a magbelsőtől elváljon, és ne legyen korpás a liszt. Levesszük a korpás magyarul. Így van, levesszük a korpát, tehát ide jön be a búza, az első szelet henger. Ide egész búza jön. Ez csak megroppantja. Ez csak megroppantja. Nem szoktuk jobban megfogni, mert ennek az a lényeg, hogy csak megtörje, feltörje a szemet. És akkor ez így megyen tovább, a harmadik töretről megy a negyedik töretre, ötödik töretre, és akkor itt már ugye, ez már sima henger. Itt már azért lehet látni, hogy itt már dárc és lisztes anyag van. Ugye, amit fölvisznek a hengerekről lisztet, illetve töretanyagot, az fölmegyen a szitákra. Szitákról különböző csövekkel jön le az anyag. Ez már az első töretnek a lisztje. Ez most például speciál a BL80-asba van téve, de ezt bárhova tudjuk tenni. Ami ritka malmoknál, hogy nagyon kevés malom tud étkezési búzacsírát kivenni, hála jó Istennek a főnökünk jó voltából, mi tudunk étkezési búzacsírát, amit gyógyszertár viszel, és ez ehető. Ez még nincs kisajtolva, ebben még a csíraolajtól kezdve minden benne van. Tehát itt vannak a sziták, tehát ez úgy működik, hogy ez benne van ebbe a keretbe, és ezekben vannak ilyen pici kölöncsök. De ugye, ha nem tennénk bele, hogy tisztítja a szitát, akkor berakódna, és akkor sajnos minden takarványosnak korpa lenne, mert nem lenne átesés. Mind elmenne átmenetbe. És ebben ilyen pici kölöncök vannak, tehát az a szita egy excenter tengelyen forog, és ahogy forog, a kölöncök ellentétesen forognak benne. És tisztítják a szitálási felületet, mert ha nem, akkor nem lenne liszt. És itt van a két garagépünk, nagyanyáink ebből csinálták a rétest, tehát ezt lehet érezni, hogy ez egy ilyen pergős, ez nem olyan, mint a finom liszt. Tehát ez a rétes liszt. Ez nemrég el lett beszélve, 25,9-tel megy most a koptató, ő ezt érzékeli, itt van egy átfolyós mérleg, illetve itt már lehet látni, hogy itt van a rotométer, tehát ő már tudja, hogy most például tél van, most vissza van véve, tehát 15,5
százalékra kell nekünk felnedvesíteni, ezt kívánjuk el. Most, amiben jön búza, 11,2% a nedvesség tartalma, ezt mi felnedvesítjük 15,5%-re, 80,2 kg megyen át. Most per pillanat a búza 12,8 Celsius fokos, 2,6 tonna megy a koptakon, ahhoz, hogy nekünk 15,5 legyen a nedvességünk, óránként 130 liter vizet kell, hogy hozzáadjon. Ezeket a hengerszékeket egyetlen egy motor hajtja meg egy szíjjal, és különböző felhajtó szíjak vannak, meg van egy áthajtó szíj. Egy motor hajtja meg az egészet? Ezt igen. Nagyon-nagyon ritkán lehet látni Malomba, tehát régen ilyen hajtó szíjak voltak. Azt a mindenit. Itt van a vezérlőterem, tehát innét lehet indítani a koptatót, illetve a malmot egyedileg. Fel vannak iratozva, hogy van egy sorrend, ami alapján indítható a malom. Tehát 1 kilós, 2 kilós tudunk kiszerelni ebből a géppel, tehát a 2 kiloshoz át kell állni, most 1 kilós finom lisztem van, és akkor ő itt beteszi a tasakot, annyi a feladata, a végén pedig kiveszi a lefóliázott terméket. Tehát gyártunk teljes kiörlésű lisztet, most már BL80-ast 1 kilósba, búzadarát, rétes lisztet, illetve nagy kiszerelésben graham lisztet, ugye mert pégségek kéri. Nagyon szépen köszönjük az idegenvezetést, én úgy gondolom, hogy nagyon értékes tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Megmondom őszintén, én sokat jártam ide Zegri Malomba, de soha nem láttam át ennek igazából a működési elvét, és minden tiszteletem a tiétek, hogy egyáltalán így ebben a formában fönn tudjátok tartani, és itt a fogyasztóknak ilyen minőségben tudjátok biztosítani az Zegri lisztet. Hát én annyit kívánok nektek csak, hogy ezt még hosszú évtizedeken keresztül tegyétek meg, és biztosítsátok itt a Heves megyei lakosság számára ezt a finom és jó minőségű lisztet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk. Nagyon köszönöm a látogatást, és nagyon nagy örömmel vezettük Önöket körbe, és nagyon örülök, hogy tetszett a tevékenységünk, és nagyon érdekes valóban ez az épület, mert hiszen aki elmegy a malom épület előtt, azt gondolja, hogy ez egy szimpla emeletes épület, és nem gondolják azt, hogy ez az épület tele van gépekkel, malmos gépekkel, amik gyártják a búzából a lisztet. És nagyon örülök, és köszönöm a látogatást, és hogyha erre járnak, legközelebb is nézzenek be hozzánk. Én is szeretnék gratulálni. Nagyon látszik a tudatosság és a professzionalizmus. Én pedig búzatermelőként mindig élménnyel nézem, hogy mi lesz abból, amit mi előállítunk, hisz hogy lesz abból liszt a végén, majd abból kenyér. Köszönjük, hogy most ezt a részét egy kicsit behatóban tudtuk vizsgálni, tanulmányozni. Nagyon szívesen és nagyon nagy örömmel tettük. Köszönjük szépen. Köszönjük mi is.